Talán Dusebaja férfi kézilabda szövetségi kapitány 110%-on ég, és aranyért utazna a lengyelországi férfi kézilabda Európa-bajnokságra, hogy ne kelljen olimpiai kvalifikációs selejtezőt vívni utána. A szerbek ellen nem voltak győztesek a főpróbák, de gyors csapat körvonalazódik. Falugvégi Rudolf irányítót kapcsoljuk most, és vele hangolunk az Európa-bajnokságra. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Rudi, milyen a hangulat a csapat táján? Kérdezem azt, hogy repülnél-e már Dánysz felé, átragadt-e rátok Dusebajev mesternek ez a fanatikus hangulata? Mert látszik, hogy ő tényleg hát valami aranyéremre készül, vagy mi fene? Jó hangulat a csapat körül. Úgy gondolom, hogy még nincs itt az ideje, hogy elutazzunk Lengyelország, mert a következő napban még nagyon fontos munkát kell elvégeznünk, ami főleg az edzőmeccseknek a tapasztalataival, és már a következő meccsre való készüléssel van összefüggésben. Az edzőnk tényleg 100%-osan bízik ebben a sikerben, bízik abban a keretben, akit ő összehívott, és hogyha ez eddig nem is volt mindenkinél így, de ezt a mentalitást szerintem át kell, hogy vegyük tőle, mert a korábbi sikereiben valószínűleg az ő hite nagy szerepet játszott, és most pedig akár egy közös sikeres időszaknak a kezdetét is vehetjük. No igen, szóval azért ezt kell gondolom idő, nem? Hogy egy nagy edzőnek, egy korábbi legendának ez a fajta tűze és ez a fajta szenvedélye, ez átragadjon mindenkire, mert ugye ez nem feltétlenül tűnik így elsőre evidenciának, hogy a magyar kézilabda válogatottnak feltétlenül EB-t kell nyernie. Igen, ez mindenképpen időigényes, még akkor is, hogyha nem beszélünk olyanról, hogy magyar, meg külföldi mentalitás, mert én ezt annyira nem szeretem, pedig sokan szoktak ezen lovagolni. Egyszerűen nagyon sok munka kell ahhoz, hogy egy Európa-bajnok csapatot felépítsünk. A válogatottnak a tavalyi éve is biztos közrejátszik ebben, meg főleg a változások. Tehát nem csak arról van itt szó, hogy jött egy új edző a csapathoz, és egy olyan brigádot mozgat most, ahol hosszú éves játékkapcsolatok vannak, hanem ő bátran hozzá is nyúlt ez a kerethez. Így kerültem többek között én is a képbe, és ezek a folyamatok, amik korábban lejátszottak játékosok között, ezek nem fognak gyorsabban lezajlani. Tehát nekünk az edzőtáborban mind a mellett, hogy készülünk az Európa-bajnokságra, folyamatosan a csapatunkat is építjük, minden egyes edzéssel közelebb kerülünk egymáshoz, tehát nekünk szükségünk van még most a szombati mérkőzésig eltelő időre is ahhoz, hogy még közelebb kerüljük, mert én abban hiszek, hogy lehet, hogy nem nálunk vannak a legnagyobb sztárok az Európa-bajnokságon, és nem a miénk az a keret, amiből a legtöbb all-star játékos fog kikerülni, viszont lehetünk mi nagyon egységesek, és ez a kulcs pillanatokon át is segíthet bennünket. Na most azt mondnak, hogyha már szó volt itt arról, hogy még lesz munka az indulásig a szerbek elleni felkészülési meccsek, nem győztes felkészülési meccsek kijavításán, vagy hát nem tudom, tapasztalatain, legfőbb tanulságok számodra, meg amiről eddig beszéltetek, amivel foglalkozni kell a hátralévő időben? Mindennel foglalkozni kell. Azt tudni kell ezekről a felkészülési mérkőzésekről, hogy közvetlenül nem készültünk rájuk, tehát az volt ezeknek a célja, hogy olyan hangulatban, olyan körülmények között edződhessünk az EB előtt, ami már megközelíti, de még nem azonos az Európa-bajnokság feszültségével, keménységével, tempójával. Úgy gondolom, hogy ebből a szempontból hasznosak voltak a meccsek. Hogyha a meccs előtt megkérdezel, biztos, hogy akkor is azt mondtam volna neked, és azt nyilatkoztam volna, hogy ezután is mindenben javulnunk kell. Az Európa-bajnokságon is meccsről meccsre folyamatosan újat meg magasabb szintet kell hoznunk, mert a papírforma szerint erősödnek az ellenfelek a sorozatban, de innen ülve azt is tudom, hogy nekünk egyáltalán nem lesz könnyű meccs az Európa-bajnokságon egyik se, tehát a maga módján az összes harcos és túlélős lesz. Minden játékelemben, védekezésben, támadásban, lerohanásban, visszarendeződésben, tényleg mindenben van mit előrelépni, mindenben van még, ahol összecsiszolódhatunk a körülöttünk játszó társakkal, tehát nagyon fontos az elkövetkezendő munka, de úgy gondolom, hogy bizonyos szempontból, még hogyha nem is nyertük meg az edzőmeccseket, azok is hasznosak voltak, mert
mert az nem lehet, hogy egy csapat úgy készül egy Európa-bajnokságra, hogy csak edzésen, hiszen ott ismerjük egymást, teljesen más egy edzésen megidézhető versenyhelyzet, mint magán egy edzőmeccsen. Tehát ebből a szempontból fontos volt, hogy elindultunk azon az úton, hogy végre igazi ellenféllel játszottunk, és nagyon várjuk már a szombati meccset, de ugyanakkor még tudjuk, hogy van munka odáig is. Na most a kapitány koncepciójából az világosan látszik, és látszott a legutóbbi meccseken is, hogy ő a csapatát a sebességre szeretné építeni. És ebből a tekintetből mekkora sebesség, gyorsulás érhető még el, várható majd ahhoz képest, amit most tudtok majd élesben az Európa-bajnokságon? És te is ezt gondolod-e, hogy a gyorsaságban lehet a fő ereje a válogatottnak? Hoppá. Na, szóval a gyorsaság nagyon fontos, szükségünk van a gyors darálás gólokra, mivel az edzői stáb egyetért abban, hogy az Európa-bajnokságon döntő lehet az, hogy melyik csapat hány gyors darálás gólt, hány emberelőnyös találatot tud szerezni meccsenként, mivel abban bíznak, hogy felállt fal ellen az egész csapatok nagyon nehezen fognak megküzdeni egymással, és nagyon nehezen, tehát akkor a különbség nem jöhet ki felállt fal ellen. Viszont bízunk abban, hogy mi jók tudunk lenni ezekben az átmeneti játék szakaszokban, és a gyors lerohanás főleg a sebességről szól. Felállt fal ellen már más a helyzet, nyilván ott is szükség van a sebességre, viszont ott már egy ilyen tempóváltáson keresztül megy ez az egész. Arra is szükség lesz, hogy jól menjünk majd át a lassú játékból a gyors felé. Úgy gondolom, hogy ezt is gyakorolnunk kell, de ennek leginkább az szokott a gátja lenni, hogy a játékosok mennyire tudnak együttműködni. Mert amikor van némi nem megértés vagy bizalmatlanság két játékos között, akkor nem működik annyira magas sebességen a játék. Úgy gondolom, hogy ahogy mondtam, még a következő héten is közelebb fogunk kerülni egymáshoz, szóval biztos, hogy várható gyorsulás még a játékunkban, és ahogy ezt érezni fogjuk, úgy önbizalommal fogunk telni, szerintem még jobban fogunk bízni abban, amit csinálunk, és az eredményességre is pozitívan fog hatni. Na most lehetett látni itt a felkészülési meccsen olyan figurákat, alkalmazott néhányszor a csapat, amit korábban nem feltétlenül lehetett látni, olyan középkezdés utáni leruhanás például. Hány újdonságot tanultatok be? Szóval mennyire lesz benne ebbe a csapatba a betanult meglepetés tényező? Rengeteg figuránk van, nagyon sok variációt megtanultunk, és az az érdekes, hogy van olyan, amit még egyáltalán nem is használtunk meccsen, és nem azért, mert nem tudnánk, hanem ez is olyan körülmények kellenek. Tehát úgy próbáljuk meg mindig megválasztani a taktikát, az adott figurát, hogy az pozitívan illeszkedjen az ellenfél taktikájához, a védekezéshez, azokhoz a játékosokhoz, akik szemben állnak velünk, próbáljuk megtalálni az ellenfélnek a gyenge pontját. Ezért van az, hogy olykor váratlanul előkerülhet egy variáció, egy megoldás a tarsolyból, mert olyan helyzet áll elő. És lehet, hogy olyan dolgokról beszélsz éppen, amit például ez a gyors lerohanásos középkezdéses dolog, hogy ilyet például így direktben nem is gyakoroltunk, de hál' Istennek nem ma kezdtük a kézilabdát, bennünk volt az improvizatív készség, hogy ott abban a helyzetben felismerjük ezt a lehetőséget, és akár gyors gólt vagy helyzetet tudjunk kialakítani csak abból, hogy siettünk. Bocsáss meg, pont ezt akarom kérdezni, Dusse Bajev erőlteti, nem erőlteti, hanem ezt szeretné kihozni többek között a csapatból, hogy bizonyos helyzetekben nyomás alatt meg legyen ez az improvizatív képesség és készség? Hát ez maga a játék, szóval persze. Szeretné azt, hogy a váratlan helyzetekben is meg tudjuk oldani a dolgokat, hiszen nem lehet 100%-ig felkészülni arra, hogy az ellenfél milyen variációt fog alkalmazni ellenünk, hogy esetleg nekünk milyen gyenge pontjainkat szeretné megtámadni. Tehát túl azon, hogy van taktikánk arra, hogy hogyan mozgassuk meg mind a hat embert egyszerre a támadásban, vagy a védekezésben, hogy mozogjunk együtt. Azért ennek a játéknak vannak egyéni vagy páros részei, és ezeket ugyanúgy ki kell használni, mint az egész csapatos figurákat és a nagy átfogó taktikát. Na most ugye Montenegro ellen kezdtek majd szombaton, és aztán a nagy tét mellett további kemény csatákra lehet számítani. Szerinted melyik lesz a leghúzósabb? Hát beszéljünk mindig csak a következő meccsről.
Ez a montenegrói csapat egy a szerbhez hasonló kemény mentalitással fog biztos, hogy ellenünk kiállni. Nagyon fiatalok, és szerintem egyáltalán nem fogja őket nyomni a tét, mivel az utóbbi években már kin voltak világversenyen, de ők, ahogy én tudom, nemrég tértek így be a nemzetközi mezőnybe, úgy mint igazán említendő név. Szóval valószínűleg, hogy őket a tét egyáltalán nem fogja nyomni. Ez is egy olyan dolog, ami negatívan érinthetne bennünket, de itt azért vannak olyan játékosok a csapatban, még hogyha sok újonc is van, akik tényleg rengeteg nagy csatát tudtak már a hátuk mögött, szóval úgy gondolom, hogy nekünk nem szabad félelemmel készülni egyetlen egy meccsre se. Utána játszunk az oroszokkal, de arra a meccsre is csak úgy készültünk eddig, hogy csak említést tettünk róla, tehát a teljes fókusz jelen pillanatban a Montenegró mérkőzésen van. Hál' Istennek a programunk úgy van, hogy a meccsek között van mindig egy szűnnap, tehát így teljes mellettel a teljes válszélessége oda tudunk fordulni, majd mindig a következő meccs irányába is tudunk készülni, de egyelőre nem bocsátkoznék nagyon távoli latolgatásokba, hiszen, ahogy mondtam korábban, nekünk minden meccs nagyon kemény lesz, és nem lesz egyetlen egy ingyen labda se, nagyon, nagyon kemény pillanatokat kell majd átélnünk, de úgy gondolom, hogy a csapategységgel szépen fokozatosan odajuthatunk, és akár a közös álmunkat, amit a talán bátran kimer mondani, az Európa-bajnokság megnyerését is megcélozhatjuk, de az még nagyon messze van. Az még nagyon messze van, szóval úgy gondolom, hogy ezt apránként kell felépíteni, ezt a sikert. Hát minden esetre az ebbe az apránként felépített lehetséges sikerhez vezető munkához sok sikert, meg kitartást nektek, aztán hajrá előre. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönjük szépen. Szia.